Sziasztok! Jelenleg Kramzakban vagyunk, és az Ifenbaklamhoz fogunk menni egy könnyű túrára. Az elején ugyan azt mondtam, hogy egy könnyű túrára indulunk, de ez azért nem egészen így van. Kicsit veszélyes az út, főleg, hogyha nem megfelelő a cipőd. A kövek nagyon csúsznak, sok a szakadékos rész és a szűk ösvény, és át kell lépkedned a fák gyökerein keresztül. Így én azt mondom, hogy csak az induljon el, aki hozzá van szokva az ilyen jellegű túrákhoz. Egyébként sem ez a legnépszerűbb túra célpont itt ebben a régióban, ez inkább egy benfentes tipp. Az utakon rengeteg a vízátfolyás, emiatt csúszik és emiatt veszélyes. Kimosta az utakat ez a sok pici kis patakocska, hogy úgy mondjam. Ezért ajánlott a bot. Én nem akartam hozni, de nem bánom, hogy hoztam, megmondom őszintén. Menjünk is tovább. A túra körülbelül 7,5 km lesz oda-vissza, és a Blandenberger folyó fölött fog végig vezetni minket. Ez a hely az Abbachtal üdülő régió része, és három klam is található itt. Az egyik a Kundler klam, a másik a Kaiser klam, és a harmadik, ahova mi most tartunk, ez a Tiefenbach klam. Gyertek, tartsatok velünk, végigvezetünk benneteket ezen a túrán, és ellátunk benneteket bővebb információval a későbbiekben. Utunk egy árnyékos erdei ösvényen indul, itt a folyó mellett. Egyébként ez a természet csodája, gyönyörű a táj, és természeti emlékként van számon tartva. Végig vízbe megyünk. Itt beszűkült egy kicsit az út, ilyen sziklás rész lett, és rengeteg víz folyik a sziklán, így aztán jó túracipőt hozzatok magatokkal, mert csúszik. Sziklás rész után következett egy még szűkebb szurdok, ahol a sziklákon végig folyt le a patak. Egy kicsit meg is locsolt, az nagy élmény volt, most pedig egy ilyen különleges képződmény alatt jöttünk át. Nekem itt már szükségem van botra, mert kicsit szakadékos és szűk ez a rész. Sada jana ke sang bav jal tariyan, sa
ताकत निंद दुष्ट किन माहिब दारियन इस साहिब की टेक नानक मनी मैं जिस सिमरत सुख हो सगल दुख जाए निंदक दुष्ट किन माहिब दारियन इस साहिब की टेक नानक मनी मैं जिस सिमरत सुख हो सगल दुख जाए. Amint látjátok, a szurdok mese szép, egy icipicit azért veszélyes is. Nekem mondtam, kell a bot, mert csúszik a rengeteg kis vízesés miatt. Itt van az első kilátó. Innen gyönyörű a rálátás a Brandenberger folyóra. Májusban és júniusban a legjobb ide ellátogatni, mert akkor van ennyire gyönyörű türkisz színe a víznek, és körülbelül másodpercenként 15 ezer liter folyik itt le. Régen arra használták ezt a helyet, hogy a fákat ezen a folyón hajtották le az Innvölgybe. Ma már erre nem használják, viszont a folyó az évről évre formálja ezt a szurdokot. Különleges sziklákat látunk itt körben. Nagyon szép. Tényleg nagyon ajánlom mindenkinek. Lehet jönni gyerekekkel és kutyával is, a belépés díjtalan. Áprilisig, tehát novembertől áprilisig le van zárva ez a hely, illetve esős napokon nem ajánlott, mert veszélyes a sziklaomlás és a csúszás miatt. Ez az a hely, ahol a legjobban látszik, hogy mennyire dübörög ez a folyó lefele. Ilyenkor hóolvadás után rengeteg víz folyik le, mint ahogy mondtam, 15-16 ezer liter másodpercenként. Csodálatosan szép. Innen nem messze, én már látom, hogy van egy vízesés is. Most menjünk tovább, közben a fejünkre, a sziklákról csörög a víz. Nagyon izgalmas egyébként. Ki pedi pae kaj savari ho ab
A környéket vadvirágok illata lengi be. Kár, hogy nem tudom átadni az illatokat, csak a szemeteket tudom gyönyörtöttetni, de eszméletlen. Nagyon bódító. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils and pretty string, they won't follow like the dust. And I wanna kiss you, make you feel alright, and you're so tired. Azért tériszonyosoknak nem ajánlott ez a hely. A klam végére értünk, itt találtunk egy kis éttermet, bementünk, ettünk egy süteményt, egy kicsit megpihentünk, most indulunk visszafelé. Az út egy kicsit több volt, mint ahogy azt terveztük, illetve azt ígérték nekünk, 5,3 km volt idáig, visszafele is ugyanennyi lesz, szóval egy 11 km-es útra készüljetek föl. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni. Köszönjük szépen, gyertek velünk legközelebb is, sziasztok!